Csipes Tamara azt mondta, hogy egy 500-as, 4-es után nagyon nehéz beülni egy 5000 méterre, de te nagyon erős csaj vagy, és meg fogod csinálni, és sikerült, és hogy érted meg ezt a két futamot most? Köszönöm, hogy visszavettem. Tényleg nagyon nehéz volt, de mondom, nem az, hogy persze elfáradtam fizikailag is, de az, hogy újra kimenni, élvezni, újra rákoncentrálni, az volt nehezebb. Mennyire tudtad megélni a 4-es sikerét, hiszen nagyon gyorsan utána jött már az 5000-es futam? Megtudtam, tényleg olyan hangulat volt a dobogóval is, meg már a futam közben is hallottuk a szurkolókat, úgyhogy annak ellenére, hogy nem maradtam itt a lányokkal ünnepelni, annak ellenére át tudtam, vagy meg tudtam élni a győzelmet. Örökös bajnok lettél, hogy jelent ez most neked? Fú, én már tavaly mondtam, hogy csak jöjjön össze a két szám, hogy legyen legalább esélyem örökös bajnoknak lenni, és felkerülni a táblára, és sikerült, úgyhogy és most már én is egy örökös bajnok vagyok, és nagyon jó. Mivel ünnepled ezt a két sikert? Hát ezt most ezt szeretném elmondani. Nem, biztos lesz egy-két buli, de egyébként utána elmegyünk nyaralni, és utána már jön a felkészülés, úgyhogy nem lesz sok időnk. Így ez az egész szegedi világbajnokság milyen érzéseket tölt el, hogy élted meg? Hú, nagyon feltöltődtem, szóval, hogy nagyon hosszú volt a szezon, voltak részek, amikor nagyon kifacsaltnak éreztem magam, és nagyon jó volt.